Na, jájú, jájú, jáj! Na, most láttam egy videót, és fönn a YouTube-on. Megszöktette Sika Lindát Manók Lajos. Tehát úgy alakította a sors, hogy végül is hallgatott rám Manókra, és mondtam neki, menjen le! Menjen le, nézze meg azt a körülményt, ahol ez az asszony lakik. És megszöktette Banók Lajos a Lindát. Legalább így ők egymást fogják kinyírni. Tehát akkor Linda ugye nekem egy ilyen halálos fenyegetést lökött le, még a napokban, tegnap előtt mutattam is nektek. Banók Lajos állandóan engem szidott. Aztán most, hál' Istennek, a két gonosz összejött. Tehát, jaj, de örülnek most a lányai a Banók Lajosnak. Sika Linda csak röhög, mosolyog, mint ahogy itt is volt nálam első nap. Az agresszor nő, gondolom, hogy most jól érzi magát. Aztán majd utána majd a Banók Lajosnak majd kigyufantja ott a nőket. Aztán majd utána majd a Banók Lajos lányai jó elcsapkodják a Sika Lindát. Most a Sikes Annyi az ura, aki nekem fenyegetést lökött le, az legalább most már ugye ki lesz dobva a házból, mert szerintem a Linda anyja ki fogja rúgni. Úgyhogy így alakította a sorsa jó Isten, hogy a három gonosz egyszerre veszik el. Jaj, de örülök neki, hogy na, végre már Banók Lajos révbe élt, van neki egy 40 éves nője, csak azt nem tudja, amikor majd kihozanodik, hogy akkor milyen, és amikor alkohol hiánya van, és ugye anyag hiánya, hogy ez mivel fogja pótolni. Na persze, mennek rögtön Hollandiába, már megvannak a jegyek, hát ott aztán meg könnyű hozzájutni a dolgokhoz. Aztán most a Linda beérkezett a legeslegnagyobb mafiózó társaságba. Ennyi. La 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 la. Millió, millió, millió rózsaszál. La 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 la. Hát így kell ezt csinálnie. Hát nem? Na. Úgyhogy ők most leszámolják egymást. Hát Banók Lajos, nagyon boldog vagy. Reméljük, hogy ugyanilyen boldogságba viszed azt a pár napot, amíg veled marad ez a nő. Lehet, hogy már hónap-holnap után már hívja az urát, hogy menjen, és hogy az anyja ráparancsol, hogy menjen érte, hozza vissza. Ha egyáltalán az anyja az a nő neki, az a suttyogó, hangú, médium hölgy, mert ugye olyan furcsa az adatlapja. Na, úgyhogy akkor ezt így megoldották, tehát nem kellett, hogy feljelentsem a Lindát a rendőrségen, ugye, se a Banókot, hanem se ők majd egymást majd kinyufantsák. Úgyhogy ez lesz a sorsuk. A csaj megugrik, Banók Lajos jó, elveri. Aztán ott majd karban lesz tartva Linda lányaitól, pláne ott kint Hollandiába. Szép estét kívánok. Tehát most beugrottál, Linda, azt hiszem neked a legeslegnagyobb mafiózók kezébe. Úgyhogy így jártál, anyám, nem hallgattál a normális szavakra, befutottál a vesztedbe, ezt szeretném mondani. Egyenesen az ura, az meg egyenesen szerintem majd, mit tudom én, mi lesz vele, az meg álljon össze, mert a Büdi Henriettával szerintem, mert egyforma emberek, egyforma gonoszok, meg ilyen értelmi szintű embereknek teszik magát. Jaj, de nagy újságíró. Hát most ezt írd meg újságba, Sikes Anyi. Ennyi.
Van jó Isten ott fent, ki lerendezte a sorsodat, te törpe szutyok ember. Na. Hála jó Istenek, meg tudott menekülni a Linda a Banók Lajoshoz, mert azért a Banók Lajos, mint ember, nem annyira rossz szerintem. Ott legalább nem leszel gyógyszerezve, meg mérgezve, meg minden nála. Csak nehogy te bemérgezz véletlenül Banók Lajost. Kicsit azért tartok attól, hogy ugyanaz az agresszor nő neki fog menni, ha nem ad neki italt, és stb. Tehát nem tudom, Lajos, mit vállaltál be, de csak sikerül megmentened azt az asszonyt. És akkor na, kezdhetitek a diritári mulatósot, tessék. Ennyi. Taníts be a Lindát énekelni, csináljátok a műsort. Ezt szeretném mondani. Gratulálok! Az a szemétláda ember meg megérdemli, hogy a siker Linda elhagyta. Teljesen mindegy, hogy most kiért hagyta el, hogy Banókkal-e van, vagy valami az én Banók, akivel volt még eddig nő, azokat ugye szerette és harcolt értük. És a többi, úgyhogy akkor sok boldogságot kívánok Banókra, és megtaláltad a párodat. Pont ilyen nő való hozzád, mint a Linda, aki majd megtanít téged kesztyűbe dudálni. Ja, Istenem, Istenem. Na, happy end lett a vége, tessék. YouTuberek. Na, most ilyenkor mi van? Ennyi. Banók Lajos lánykereskedéssel foglalkozik. Tessék, addig támadtatott engem, meg addig bántalmazott engem, meg minden, amíg ez a lány ez hitt neki. És befutott Banók Lajos kezébe, aztán el is szöknek együtt, csak a Linda nem tudja, hogy a vesztébe fog elszökni. Na, de még mindig jobban jár Hollandiába, bárhol az életbe, mint az mellette a férfi mellett, aki 10 éve itatja és gyógyszerezteti kőkeményen, és hát az is ugyanaz öreg ember, mint a Banók, csak a Banók azért, most bocsánat, de hát ez a férfi, akivel élt a Linda, állítólagos férje, a 100-szor rondább, mint a Banók Lajos. És ápolatlan, és gonosz, rossz indulatú. Annak a hangja ott van fent a YouTube-on, mondja a magáét, hogy a Lindának mit tudom én, milyen egri törvényszéken a keresztülei a leges legfőbb ügyészek, meg mit tudom én kicsodák. Na, majd ezt is megtudjuk. Úgyhogy így jártál Banók Lajos, meg Linda, hogy ez van? Bezonyám. Úgyhogy ez most nagyon jó hír nekem. Ha gonoszok leszámolják egymást, lehet ilyen címet adni ennek a sztorinak. Tehát a gonoszok leszámolják egymást. Köszönöm szépen, mindenható Istenem. Küld el az ellenségeimet mellőlem nagyon messzire. Áld meg őket, legyenek szerencsések, boldogok. Csak engem hagyjanak békébe. Ámen. Na. Úgyhogy ez most már sikerült. Úgyhogy ez a Büti Henrietta is egy nagyon aljas, nagyon mocskos nő volt. Nagyon mocskosul járatott le engem, ez a büdös Banók Lajos is nagyon mocskosul járatott le engem, akkor ez a Sikelinda is nagyon mocskosul járatott le engem, úgyhogy remélem, hogy a Sikes annyi meg összejön a Büdi Henriettával, ők egy pár, mert tényleg egy pár, mert ők annyira okosak, illetve okoskodók, hogy pontosan egymással nagyon jól ki fognak jönni. Úgyhogy most a Sikes annyi hajléktalan maradt, mert egy ilyen vályogviskóba éltek valahol, mit tudom én, merre. Neki onnan a házból takarodnia kell, mert ott nem maradhat, mert az gyerekeké az a ház.
ha pedig a Linda elhagyta a gyerekeit is, a balok véget, akkor ez van, neki takarodnia kell. Na, ez volt a célja a Linda anyjának is, hogy attól a férfitől ki kell lemelni, és hát hála mennyi atyának, akkor sikerült, hogy együtt legyenek, az ennyi van. Na, érezzétek jól magatokat, erigyetek Hollandiába, álljatok össze magatoknak, az a sikerinda úra meg szarja össze magát, atya a jóisten, ha meg véletlenül erre teszi a lábát, itt meg aztán várja őt a jó nyújtófa. Minden oldalbordáját eltöröm. Ezt én ajánlom. Mert ő tette ezt a nő szemét ilyen állapotba, hogy itatta, és súlyosan gyógyszereztette. Mondjuk lehet, a kórházba felírtak a lánynak, mit tudom én, egy szívgyógyszert, meg valamilyen kis nyugtatófélét, meg pluszban még valamit, ugye, mert nagyon alkoholista, de ez a férfi napi 20 gyógyszert adott neki, és napi 2 liter pálinkát, és pluszban még futtatta. Mert nekem ezt elmondta a Linda. Igen. Na, úgyhogy akkor részbe értünk. Na tessék, én megyek férhez, egy tisztességes emberhez. Alinda férhez megy, vagy összeáll ezzel a banókkal. A banók most már leszáll rólam, leszáll az életemről, remélem. Kapott ajándékba tőlem egy sikalindát. Így kell ezt csinálni. Legyetek boldogok, kicsikém, csak engem felejtsetek el. No persze, hát ez így van, így van. Na hát. Aztán itt még obigat itt a banokló és valamit a lakatos ibolyával szemben. Hát, én nem is tudom, ha nőt választanék magamnak, akkor nem a lakatos ibolyát választanám, meg nem a sikerindát választanám, hanem valami nagyon-nagyon szép nőt, gyönyörűet. De mivel, hogy ez a hajlam még per pillanat nincs meg bennem, persze nem tudni sosem, hogy mikor érzem magamat férfinek, de nekem ilyen férfias nők nem kellenek, mint ez a lakatos ibolya, meg ez a sikerinda. Úgyhogy ennyi. Ha választanék magamnak nőt, akkor milyen fajta nőt választanék? Pillanat, kicsit el kell gondolkodnom. Gyönyörűséges, szép nőt. Mit tudom én, legyen szőke, hosszú haja, csinos, belevaló, nőies, vagy hogy mondjam, na. De még itt még nem tartunk, úgyhogy még egyelőre még férfi párti vagyok ilyen téren. Most elrabolta a sikerindát, lement érte, és most nagyon boldog, hogy elmegy a sikerinda hozzá, de majd várjál majd, hogyha holnap kihozanítik a nő, és a balokra is nem ad neki piát, cigit, mert ugye lóvényista, ha csak nem a lánya, most gyorsan küldi a lóvét, meg a vonatjegyet, vagy mi a bánatot Hollandiában, a repülőjegyet, már mindjárt ki is viszik, hát ott meg már ott vannak az anyagok, nem? Na, meg a pasik tömkeleg, ahol a Linda keresett egy csomó lóvét a banóknak. Ennyi. Tehát a banók az a legaljasabb ember ezen a világon, ezt szeretném pluszba mondani, de a sikerinda is a legaljasabb nő ezen a világon. Megtalálták egymást, ez a fontos, nem? Hála a jó Istennek. Na, ott meg a homlok, a francia drazsi, az elvitte azért a lakatos Matildot, hál' Istennek, azok is megtalálták egymást. Hát ezek szerint nyitnom kellene nekem egy ilyen ismerkedési irodát. Persze, a bolondok összejönnek. Egy ilyen címmel. Na, úgyhogy most full boldog lettem. És tehát a francia homlok
Összeállt a lakatos Matilda. A balók összeállt a Lindával. Mit mondjak meg, kikivel jött össze? Ja, lehet, hogy a Henrietta Büdi összeállt a Bécivel, lakatos Matilda testvérével. Ja. Úgyhogy sikes, anyi, menj! Ott lakik Kerepes tartsán a Parók Lajos. Van egy ilyen nagy Tesco, és annak a kicsit mész úgy még előrébb, és ott van egy ilyen kis társasház, lakóházat, ott megtalálod Panók Lajost. Pontos címet nem mondom el, mert hát nem szeretném, de érdekli, hogy én nálam, aztán majd mondom, hogy hova menj. De nehogy elkés, mert a repülőjegy már megvan. Sőt, mennek Ózra is. Éppen mondtam tegnap, azt hiszem, hogy miért nem megy, beért azt, miért nem megy Ózra magának, ott lehet kapni olcsón házakat, sőt, ott biztos, hogy van is valamilyen házalapanoknak. Ja. Hát pont ezért mondom el, hogy tökre boldog vagyok, hogy megtalálták egymást ezek az emberek. Tehát pont egymáshoz valók. A gonoszságba is, és temperamentumra is, minden tekintetben, persze. Igen. Csak engem hagyjanak békébe. Hála a mennyei atyának, hogy a gonosz embereket összeterelte, és elviszi messzire az életemből őket, és hát ez meg is van írva az utolsó időkben, összeterelem a nyájamat, és a gonoszokat elviszi egy máshová, ugye a jó emberektől, és hála a Jóstenek, ez meg is történt. És remélem, hogy az összes gonosz békén fog most már hagyni engem. Sziasztok, puszilok mindenkit. Kellemes jó éjszakát, ez nagyon-nagyon jó hír. Tehát végül is most azon gondolkoztam, Banokot is jelentem meg, a Lindát is. De ha most ők mennek Hollandiába, és ott megtalálják a boldogságukat, és rólam leszállnak, akkor ennyi. Akkor nincs itt semmi gond. Legyenek boldogok. És annak örülök a legjobban, hogy a Siker Lindának az ura, az meg egyedül maradt. Kit fogsz most itatni, te szemétlára? Legyógyszerezni. Egy fiatal nő, te mocsok trógerember. Neked emelted. Mert mondom, a Banók Lajos olyan téren rendes, hogyha van egy élettársa, akkor azt szereti, de dolgoztassa is, és el is tartassa saját magát, tehát, illetve a nőnek kell önmagáról gondolkodnia, gondoskodnia. Tehát gondolom, a lányai majd segítenek, hogy legyen pénz a Lindának. Mert hiszen ott szabad a pályafutás, tudjátok nagyon jól. Ott még házat is kapnak az ilyen prostik. Kimegy Hollandiába, kapnak házat, segét, mindent az égvilágon, bizonyám. Hát, hogy akkor megtalálta az igazi foglalkozását, az igazi stviciét a Banók Lajosba, és akkor legyenek boldogok. És így ezáltal megmenekül a Budapest évi a Banók Lajostól. Megmenekülök én, és megmenekül az egész Magyarország tőle. Hollandiában megimádják az ilyen romákat. Azokat a tenyerükön hordják, mint a tojás. A holland nép amúgy. Úgyhogy maradj Lajos örökre Hollandiába. Ámen. Majd a Linda eltart tégedet. Van annyi holland hapsi. Hú, mind a 21. Itt most nincsen vihar. Hol van nálatok vihar? Melyik megyében? Én éjfél után szoktam általában aludni. Éjszaka általában dolgozom. Bár olyan értelemben, ugye, hogy szervezem a műsorokat, hát mivel egy producerként létezem most per pillanat,
több és több műsor irodának dolgozom. Nagy vihar van. Hát vigyázzatok magatokra Budapesten, remélem nem lesz semmi gond. Aludjatok jól. Tegnap itt, illetve tegnap előtt volt nagyon-nagyon nagy vihar. Tegnap előtt be is csuktam az ablakot, holott nem is szoktam ezt megcsinálni, de nagyon féltem. És az előtti nap is szintén nagyon-nagyon nagy vihar volt. Imádkoztam a Jóistennek, hogy segítse meg ezt a kis községemet, ahol én élek. Hál' Istennek, hogy ide nem jött az a pusztítás, de itt Baranya megyében nem is olyan messze van tőlünk, mert ha átmegyünk ugye már a Mohácsi oldalnál, illetve innét is, hát már ott van a Baranya megye, és ott volt a pusztítás. Innen kb. Olyan 40 kilométer? 70? Igen. Mindig az a környék kimarad az ilyen katasztrófákból, ahol én éltem és élek. Köszönöm szépen, és ámen. Hát, és az ima sokat számít. Úgyhogy imádkozzatok ti is, hogy enyhén megúszza a főváros ezt a viharokat. Na, puszilag titeket, reméljük, hogy nem lesz többé katasztrófa, leállnak a vírusok. Hát, ez van. Sziasztok! Jó éjszakát kívánok! Puszi mindenkinek!